Egy darab restart, amely minden nap jár nektek. Szevasztok, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Én a Vendi vagyok, kicsit halk vagyok, de majd mindjárt hangosítanak rajtam a kollégák, és onnantól kezdve hallani is fogjátok, amit mondok. Vannak elérhetőségeink, ezek másodperceken belül kipattyannak a képernyő alsó részére. Úgy, igen, ezeken tudtok elérni bennünket, telefonáljatok, skype-oljatok, illetve a Facebookon is figyelem folyamatosan a hozzászólásokat, úgyhogy szóljatok hozzá, nyugodtan akár ajánlhattok nekem témákat is, hogyha úgy gondoljátok, vagy linkelhettek érdekes cikkeket is, és ezen felül persze kérdések is jöhetnek, és ezekre igyekszünk itt a műsor második felében válaszolni. Persze azért jó, ha Facebookra írtok, mert akkor egymásnak is tudtok válaszolni, ha ne adj Isten, néha előfordul, hogy nem nagyon fér bele a műsorba, és még ráadás sincsen, akkor egymás kérdéseire is tudtok válaszolni, mert hát én sem tudok mindent, bevallom töredelmesen, úgyhogy reméljük, hogy többet lát, és viszont ti tudtok segíteni egymásnak is. Én kezdem a legfontosabb, legérdekesebb IT újdonságokkal, és akkor utána jöhetnek a hozzászólások. Kérem szépen, újabb hír derült ki az iPhone 8-ról, méghozzá az előlapi kamerájával kapcsolatos az újdonság. Ming Chiu Kui, ugye, aki folyamatosan megszokta jósolni, hogy milyen újdonságok is várhatók az új iPhone-ba, hát ő ismételten belenézett a varázsgömbjébe, és megjósolta, hogy milyen is lesz a 8-as iPhone. Tegnap még 10-es volt, ma már 8-as megint, korábban is 8-as volt, hogy pontosan mi lesz a neve, azt még egyelőre nem jósolta meg. Minden esetre azt igen, hogy elfelejthetjük a Touch ID-t, ami szerintem baromság. Tehát most került bele nemrég, tehát miért felejtenénk el? Ugyanis az iPhone 8 előlapi kamerája 3D-s és infravörös szenzorral fog tudni bennünket azonosítani, ergo nem lesz szükség az új lenyomatos azonosításra. Nettó megmondom, hogy ez így nem igaz, tehát az Apple azért erre ráépített az Apple Pay-től kezdve mindent, tehát nem gondolnám, hogy az új lenyomat leolvasót ignorálni fogja a készülékeiből, de ahogy ignorálta a jack dugót, úgy végül is még az is lehet, hogy ezt is ignorálni fogja, és helyette egy hát már jó évtizedes technológiát fog beletenni, ugye az arcfelismerős azonosítást. A KGI Securities bejelentése alapján Ming Chi Kui újabb információhoz jutott az Apple iPhone 8-as készülékéről. A megbízható elemző szerint a 2017-es iPhone OLED kijelzőt fog kapni, ezt már ugye több forrásból is lehetett hallani, illetve továbbá az előlapi kamerája fog forradalmivá változni, mert 3D szenzor kerül bele. A kamera 2D-s képeket rögzít ugyan, és a szenzor segítségével a selfie-k 3D-s formába lesznek alakíthatók, illetve a rendszer arcfelismerésre is képes lesz. A Touch ID-t állítólag teljesen elfelejti az Apple, és az iPhone 8-ban nem lesz, tehát nem kerül a képernyő alá majd ez a bizonyos új lenyomat szenzor. Az izraeli Real Face felvásárlása azonban további bizonyítékot ad arra, hogy a hiteles információnak számíthat ez az arcfelismerős történet, tehát mindenképpen valami ilyesmi fog érkezni a 10. évfordulós okostelefonba. Én ettől függetlenül abban azért kételkedem, hogy a Touch ID-t kiszedné belőle a cég. Az új szenzorok mélység érzékelésre is képesek lesznek, infrás jeladók segítségével. Az előlapi kamera a Sony-tól származik majd, míg az infravörös jeladó a Foxconn-hoz kerül a Sharp-tól, tehát gyakorlatilag egy Sharp infravörös érzékelőt fog kapni. Az itt kiküldött infrajelek visszaverődnek, mindez pedig egy 1,4 megapixeles IR, vagyis ugye infravörös egység fogja érzékelni, és ez alapján fog tudni bennünket még jobban beazonosítani. Már akinek ilyen telefonja lesz egyáltalán. Állítólag az Apple 3D-s szenzorral is felszereli a 2018-as telefonok hátlapi kameráit is, ezzel pedig azt lehet majd ezzel pedig el lehet felejteni az iPhone 7 Plus dupla kamerás megoldását, ugye, mert hogy abban egy kétkamerás megoldás került, hogy minél jobb minőségű képeket lehessen vele készíteni, de hát hogyha itt ez az infra megoldás, egy infra szenzor, akkor gyakorlatilag az helyettesíti a két kamerát, tehát egy kamera is megteszi onnantól kezdve a magáét. Mivel az Apple jelentősen megelőzte a 3D-s algoritmusok terén az androidos mezőnyt, ezért a cég szerint, már hogy az Informátor cég szerint, a technológiában évekig
élen fog majd járni az iPhone, és hát Tim Cook is kiteljesítheti az elképzeléseit a kiterjesztett valósággal kapcsolatban, hiszen ugye ezek a szenzorok arra is alkalmasak lesznek. Az iPhone 8 vagy iPhone X, még ez kérdéses, ugye egy 5,8 hüvelykes OLED kijelzőt kap majd, home gomb helyett egy érintős területtel, a tényleges képernyőméret azonban 5,2 hüvelyk lehet, mert hát ugye káva nélkül lesz a kijelző, és 2K-s felbontást fog kapni, 3 giga memóriát szerelnek bele, és az Apple új A11-es lapkájával fogják szerelni, a vétel ára pedig biztos, hogy $1000 fölött lesz, amely ugye itt Magyarországon még egy kis pluszt is fog majd számunkra tartalmazni, tehát olyan 350-400 000 forint alatt nem lehet majd ez a telefonhoz hozzájutni. Úgyhogy ennyi a hír ezzel a kapcsolatban. Ne tessék megint csak készpénznek venni, mint mondtam, eléggé érdekes információ lenne ez, vagy mindenképpen meglepődnénk, hogyha az Apple teljesen ignorálná a telefonból az új lenyomatos azonosítást, még ha esetlegesen az arcfelismerés valóban bele is kerül a készülékbe. Jó! És hát nem csak az Apple lesz drága okostelefon szinten az idén, hanem elvileg az összes okostelefon, legalábbis a csúcskategóriások elég magas árban fognak érkezni. Egyre biztosabbnak tűnik például, hogy a Samsung Galaxy S8-as ára is $1000 fölé fog kúszni, valamint az iPhone 8, illetve az LG G6-os modelleké jóval túlszárnyalják majd az elődeiknek az árát. Amikor korábban valaki $849-os induló árat tippelt a Galaxy S8-nak, még nem vette mindenki komolyan az információt, azonban azóta egyre több hasonló bejelentés is érkezik, vagy lehetséges elképzelés, sőt ennél magasabb árakat is prognosztizálnak. A múlt hét végén egy ukrán kereskedő adatbázisában bukkantak föl 950, illetve $1050-nak megfelelő összegért az S8-as, illetve az S8 pluszos modellek, ugye amiket jövő hónapban fognak bemutatni, és körülbelül másfél hónap múlva lehet majd ténylegesen hozzájuk, de hát már előrendelést ugye felvesznek a cégek, viszont eladók világszerte. Persze kár lenne az e fajta kiszivárgásokat ugye biztosra venni, főleg mivel az ilyen tweeteket általában szerkesztik és törlik is a végén, azonban egy másik kínai forrás is $885-os árral lőtte be a Galaxy S8-as alapárát. Ugyan a vételár országonként eltérhet, de a kiszivárgások azt jelzik, hogy az S8-as ára mindenképpen emelkedik a tavalyi S-széria, ugye az S7-eshez képest. A helyzetről nem a Samsung tehet egyébként. A jelentések szerint az OLED kijelzős iPhone 8 vételi ára is ugye $1000 fölé emelkedik, és az LG is emeli a G6-os árát. A dél-koreai gyártó egyelőre kijelentette, hogy az Apple és a Samsung is ára, hogyha az Apple és a Samsung is árat emel, akkor ők is. Tehát, hogy gyakorlatilag azért követik egymást ilyen szinten a cégek, hát nehogy már ő ne emeljen. Miért tesz minden cég így? Gyakorlatilag ugye az OLED miatt, ráadásul egyre többen kísérleteznek, és az idén be fognak mutatni, még ha nem is feltétlenül rögtön megjelenés céljára, de prototípusként mindenképpen már lehetett látni egyébként ugye a korábbi ilyen nagy kiállításokon, világkiállításokon, vagy ugye a CES kiállításon ezt a bizonyos hajlékony OLED kijelzőt. Meg hát ugye dupla kamerásak ezek a készülékek, amit most az iPhone-nál speciál ugye megcáfoltak, de aztán azért ezt mondtam, nem, ne tessék készpénznek venni, és hát ezek mind ugye megnövelik a technika, illetve a legyártásához szükséges technológiának az árát, hát ezért lesznek drágábbak a készülékek, ami persze háp-háp, mert hogy ugye tudjuk, hogy az előállítási költsége mennyi egy hát akár egy iPhone-nak, egy akár bármelyik készüléknek, gyakorlatilag szinte töredéke annak az árnak, ami végül a végső fogyasztói ár lesz, tehát igazából nem feltétlenül indokolná, még ha egy újabb technológia is kerül bele, ami persze picit drágább, akkor sem biztos, hogy ennyivel kellene megemelni. Tehát akkor ne a szorzók is növekedjenek már, hanem próbálják meg konszolidálni az árakat, de hát amíg megveszik, addig hülye lenne az adott cég kevesebbért adni a készülékét, tehát valahol érthető. Meg hát gyakorlatilag azt se felejtsük, hogy ezek lassan már nem is telefonok, hanem ténylegesen ugye kis számítógépekről beszélhetünk, és ha ilyen módon multifunkcionalitással
tekintünk ezekre a készülékekre, akkor gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy megérik az árukat, de ha belegondolunk, hogy mennyibe kerül egy mai számítógép, akkor igazából egyáltalán nem meglepő, hogy egy okostelefon méretbe belezsúfolt, szintén majdnem hasonló kaliberű kis telefon, tehát smartphone is ennyibe kerül. Egyáltalán nem. Nem meglepő a történet. És ha már az előbb az iPhone-ról beszéltünk, akkor nem csak iPhone-ok érkeznek az idén, hanem elég sok mindenen, mondjuk úgy, hogyha nem is újdonságot hoz az Apple, de ráncfelvarrás hegyek fognak következni. Több új iPad Pro érkezik majd, az iPhone-ból is több verzió várható, lesz egy SE is az idén, ha minden igaz, illetve piros színű iPhone-ok is érkeznek állítólag. Gyönyörű. Az Apple a jelentések szerint egy nagy eseménnyel készül majd márciusra, amelyen számos új készüléket is bemutat. Ekkor érkezne 4 új iPad, tehát 4 darab rögtön. Egy új szín az iPhone 7-nek, illetve az iPhone 7 Plus-nak, illetve egy iPhone SE készülék is érkezik. Tehát itt még nem a 8-asról beszélünk, az majd ősszel, tavasszal is ugye szokta frissíteni a portfólióját. Ezek a készülékek várhatók, tehát márciusban. Azt már november óta halljuk, hogy az Apple egy 9,7, egy 10,9, illetve egy 12,9 hüvelykes iPad Pro táblagéppel is előállhat most márciusban, és egy jó megbízható értesülés szerint lesz egy 7,9 colos modell is, tehát egy viszonylag pici iPad is. A 10,9 hüvelykes pedig igazából 10,5 hüvelykes lesz, ha minden igaz, tehát nem lesz mégsem akkora, hanem egy 0,4 hüvelykkel kisebb lesz. Ez utóbbi lesz, illetve és a piros iPhone, azt ne felejtsük el természetesen. Ez utóbbi lesz az, amely szinte keret nélküli kijelzőt kap, és május előtt nem is igazán kerül majd forgalomba, szemben a többi modellel, amit akár már márciusban is meg lehet majd vásárolni. Az iPad-ek minden bizonnyal támogatják majd az Apple Pencil-t, ugyanakkor ez továbbra is külön megvásárolható kiegészítő, tehát nem fogják hozzá azért mellékelni. Az iPhone 7-ből, illetve 7 Plus-ból egy piros változat is tehát forgalomba kerül, az iPhone SE pedig egy 128 GB-os háttértárral rendelkező eszköz lesz. Ugye az SE-ről megszakadtuk, hogy hát nem tudom igazából minek a rövidítése, többen a Second Edition-t szokták ezt így hozzárakni, de ugye mindig egy vagy két modell le van maradva, tehát nagy valószínűséggel most ez iPhone 7-ese lesz, ha minden igaz, tehát a 7-es modelleknek lesz egy ilyen második kiadása, és általában megszokhattuk már amennyire, hogy ez egy kicsit olcsóbb modell, tehát valamelyest gyengébb képességekkel rendelkezik, tehát inkább az iPhone 6-hoz közelít majd a gyorsasága, illetve a teljesítménye. Vagy a 7-hez, hát majd nem tudjuk itt. Ja, a 7-hez, bocsánat, 7-hez, mert ugye 7-esnél vagyunk jelenleg. Tehát nagy valószínűséggel akkor az előző verzió, tehát a 7-eshez fog húzni. Ugye, hát ha a 6-osból indulunk, jött, erről volt szó, hogy a 6-essel egy időben adták ki, illetve abban az évben tavasszal adták ki. Ez azt hiszem tavaly volt, ugye? Igen, tavaly volt. Akkor adták ki az iPhone 6SE-t, és az igazából a 6-osnak a továbbfejlesztett változata. Jó! Vagy tavaly előtt? Lehet, hogy ez már 2 éve volt, én nem tudom. Most így hirtelen annyira mennek az évek, hogy az ember már ezt nem is tudja követni, így számokban legalábbis. Oké, megyünk tovább. Mégiscsak kiadott egy frissítést, illetve foltozást a Microsoft. Ugye arról számoltunk be, hogy majd elvileg jövő hónapra tolja, mert egy kis hiba csúszott a számításba, és ezért a februári patch kedden nem adott ki frissítést a Windows 10-hez, illetve a Windows-os rendszerekhez a Microsoft, de azért úgy néz ki, hogy mégis valamit azért kénytelen kiadni. Kedden egy váratlan, de kellemes meglepetéssel szolgált a biztonságuk miatt aggódó Windows felhasználók részére a cég, ugyanis kiadott párat azok közül a foltok közül, amiket eredetileg a múlt héten szeretett volna közzétenni, de végül az utolsó pillanatban elhalasztotta kiadásukat. A Microsoft ezekről a foltokról korábban azt mondta, hogy már csak márciusban az akkori havi
foltozó napon, tehát pecskedden fogja gyakorlatilag ugye megjelentetni. Párat azonban mégis kiadott ezen a héten. Ezek a cég Internet Explorer, illetve Edge böngészőihez érkező javításokat tartalmaznak. Flash sebezhetőségeket javítanak, amiken keresztül hackerek akár ugye egy weblap lehívásakor is behatolhatnak a számítógépük, a felhasználó számítógépére, tehát mindenképpen fontos volt ezeket a frissítéseket as soon as possible kiadni. Redmond ezzel a lépéssel így lezárta az operációs rendszerein tátongó legsúlyosabb ismert sebezhetőségeket, bár egyes már javított verziókban azért még mindig vannak hibák, illetve megjelenésükre továbbra is csak márciusban lehet majd számítani bizonyos foltozásoknak. Ezek kevésbé veszélyesek és nehezebben kihasználható sérülékenységeket fognak majd foltozni. Így a késésük nem jelent igazán nagyon komoly veszélyt, de azért mindenképpen azt javasoljuk, hogy frissítsetek, illetve hát nagy valószínűséggel azért mindenkinek úgy van beállítva a gépe, hogy frissít magától. Azok a felhasználók, akik még nem kapták meg a tegnap kiadott javításokat, legegyszerűbben ugye a Windows Update oldalról tudják letölteni, ha esetleg valamiért a Windowsuk nem frissítené magától. Tehát itt tudjátok kézzel kezdeményezni a frissítést. És akkor cáfolunk is egyet, méghozzá, ha nem is feltétlenül pacekba, de a Samsung azért nem ismeri be annyira azt a tegnapi hírt, vagy tegnap megjelent hírt, miszerint újra kiadnák a Note 7-et, tehát ezt is csak fenntartásokkal kell kezelni. Reagált ugyanis a Samsung arra az egy nappal korábban felbukkant hírre, ami szerint a cég hamarosan úgymond felújított Galaxy Note 7-es készülékeket dob majd piacra Ázsiában. Bár a gyártó közleményében első látásra tagadja az erről szóló értesüléseket, valójában azért eléggé erőtlenül teszi ezt, tehát igazából nem nagyon cáfolja, de mégis azt mondja, hogy de, tehát ő ilyet nem mondott. A hír, ami szerint a Samsung felújított Note 7-eseket tervezne eladni Indiában, helytelen fogalmazott szűkszavú, ám annál specifikusabb közleményében a Samsung az értesüléseket cáfolni próbáló közlés azonban inkább megerősíti, mintsem kétségbe mondja azokat, pusztán a konkrét kifejezések használatánál fogva. A Samsung ugyanis egyrészt nem bocsátkozott részletekbe azt illetően, hogy mi is a téves hír ebben a pletykában, ha lehet ezt így mondani, ami arra enged következtetni, hogy annak magja valójában igaz. Másrészt a cég cáfolatában kifejezetten kiemelte Indiát, mint ahol állítólag nem tervezi a felújított készülékeket piacra dobni, a hírben azonban konkrétan Vietnám is nevesítve volt, illetve más régiók is említésre kerültek, mint ahol piacra szeretnék ugye a régi új mobilokat dobni. De ugye nem volt benne, hogy ez most a Note 7-e vagy sem. Mindez arra enged következtetni, hogy a Samsung valójában igenis piacra fogja dobni a korábban visszahívott Note 7-es készülékeket, csak lecseréli az akkumulátorukat, és talán egy másik márkajelzéssel fogja mindezt piacra dobni. Tehát lehet, hogy nem Note 7 néven fognak érkezni, hanem mit tudom én, N7 vagy teljesen valami tök más fantázia néven. Azt ugyanakkor, hogy erre pontosan és melyik országokban fog majd sor kerülni, továbbra sem lehet egyelőre tudni. Tehát érdekes hírek ezek, kérem szépen, tehát ne higgyünk el tényleg. Egyik nap olvasunk valamit, másnap meg lehet cáfolni, úgyhogy így higgyetek nekem is. De ne rám tessék haragudni, én is csak az internetről tájékozódom, tehát ha hülyeségeket beszélek, akkor az nem mindig az én hibám, jó? Oké, okay, androidosoknak van egy hírünk, egy kis trükk, amivel még többet kihozhattok a telefonotokból. Én kipróbáltam, sőt be is kapcsoltam ezt a funkciót, és tök jó. A felső állapot soron lehet változtatni, méghozzá gyárilag. Eddig is lehetett ilyen csinálni, ugye csak harmadik féltől származó alkalmazásokkal, azonban kigondolta volna az operációs rendszer is rejt alapból ilyen trükköket. Nem minden készüléken működik persze, az enyémben speciál igen. Majd mindjárt kipróbáltjátok, elmondom, hogy mit lehet csinálni vele. Ugye az Android híres arról, hogy egészen mélyen hagyja magát a felhasználó igénye szerint személyre szabni, főleg, ha mondjuk az iOS-hez hasonlítjuk, van azonban a rendszernek egy úgynevezett titkos menüje, ahová a tesztelés alatt álló kísérleti
funkciókat szokták elrejteni, amiket általában a következő nagy Android verzió váltásnál kapnak majd meg a felhasználók. Már azok, akik ugye most nem figyelik a restartot, mert nekik most én elárulom. A menü nem minden készüléken elérhető, minél tisztább Android verzióról van szó, annál valószínűbb, hogy ott van ez a titkos menü, és minél inkább átalakította a gyártó a készüléket, ugye a saját képére formálva az Android operációs rendszert, annál kevésbé biztos, hogy ott van a referencia készülékeken, illetve a Huawei Honor készülékein biztosan megtalálható, ezeken ugyanis kipróbálták a cikkírói. Először is elő kell hozni a gyors menüt, ugye, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a telefonotoknak az értesítési menüjét így lehúzzátok. És akkor itt a sok értesítés, ezeket most ki is törlöm, hogy itt ne zavarjanak. Tehát lehúzod, és lehúzod még egyszer, tehát hogy előjöjjenek ezek az ilyen quick menük, amiben ugye lehet a Bluetooth-t bekapcsolni, a Wi-Fi-t egy-egy gombnyomásra, és itt van egy fogaskerék itt fönt. Hát ezt most telefonban úgyse fogom, vagy itt a tévében úgyse fogjátok látni, de lesz ott egy fogaskerék, ami alap esetben a beállítások közé dobna bennünket. De ha ezt 8-10 másodpercig lenyomva tartjuk, akkor, hát én most már lenyomtam, úgyhogy nekem nem fog valószínűleg semmi történni, de ha minden igaz, akkor ki fog alul íródni egy olyan, igen, már nem. Nekem most el akarja távolítani, fel is dobta azt, amit eddig betett, de hogyha valakinek még nincs bekapcsolva, akkor gyakorlatilag pont, hogy bekapcsol egy úgynevezett finom hangoló menüt, legalábbis nekem így van, kezelő felület hangoló, így hívják, angolul talán user UI, tehát user interface-nek lehet mondani, és ha ebbe bementek, akkor bizony találtok egy-két menüpontot, amiben lehet finom hangolni ezt a bizonyos értesítési sort. Hát én például bekapcsoltam azt, hogy az óra helyett ne csak az órát mutassa, hanem például a másodperceket is. Tehát nekem most itt számolja fönn a másodperceket is, nem csak a pontos időt mutatja. Én szeretem tudni, hogy egy percen belül is hol tartunk éppen. Fontos egyébként egy tévéműsorban is. Már ha nem csúsznánk annyit néha. Nem mindig szándékos. Illetve például be lehet kapcsolni, már akinél nincs alapértelmezetten bekapcsolva, hogy ne csak az aksinak a töltöttségét mutassa, hanem azt is mutassa, hogy hány százalékon áll. És ne csak töltés közben, hanem egyébként is. Nekem például most 65%-on áll az akkumulátorom, és ott van, oda van írva szépen bele az ikonba. Alapértelmezetten nincs benne, persze azért mondom, vannak olyan gyártók, akik ezt alapból belerakják, sőt, van akinél ugye kimba, hogy milyen szolgáltatónál van, meg egyéb más feliratok is vannak a képernyőn. Itt most a natív Androidról beszélünk, illetve olyan készülékek esetén, ahol ezek nincsenek benne, azokba ezt így bele lehet hozni. Egyébként valószínűleg bővülni fog majd ez a tárház, tehát hogy több dolgot lehet majd még itt állítgatni, mert elég hiányos még. Ebből is látszik, hogy kísérleteznek tehát a különböző beállításokkal, tehát várható, hogy lesz az értesítési menükben is valamiféle változás a következő verzióiban az Androidnak. System UI, vagyis hát User Interface Tuner, tehát, vagyis a felhasználói felület finom hangolása, hogyha valaki magyarul használja a számítógép, vagy a telefonját, akkor ezeket a funkciókat lehet benne elérni, meg hát sok egyéb mást is, én most itt nem sorolom fel mindegyiket, de az állapot soron lehet tehát állítani, ott ki tudod szedni, hogy mi az, ami fönt egyáltalán megjelenjen, ne jelenjen meg, akár le is tudod kapcsolni az órát például, ha téged nem érdekel, vagy gyakorlatilag mindent kikapcsolhatsz az értesítési menüből. Aztán a ne zavarjanak üzemmódot is például lehet állítgatni a hangerőszabályzó segítségével, de például ezt lehet kikapcsolni is. Sőt, azt is meg lehet neki mondani, hogy mondjuk egy hosszú, tehát a hangerő gombot hosszan lenyomva tartva a hang legombot, akkor automatikusan elnémítja például. Tehát ilyen funkciókat is lehet állítgatni, illetve az egyébben a teljes körű érintés vezérlőket lehet kikapcsolni, meg bekapcsolni, többféle szintek vannak, ehhez inkább ne nyúkáljunk, jó? Mert valaki elállítgatja, aztán végül az érintőképernyője fúcsba megy, vagy legalábbis elhangolja, akkor újra kell kalibrálni, úgyhogy azért csak óvatosan ezekkel az ilyen fejlesztői funkciókkal, bár arra egy külön menüpont is van, ugye? De amit szintén már talán beszéltük, hogy lehet előhozni, ugye háromszor kell rákattintani ahhoz a beállítások menüben az Android verzióra, hogy te úgymond fejlesztő módba kerüljél, és akkor még több finom hangolásra ad lehetőséget a telefon. Ezt egyébként a legtöbb modell tudja. Oké. Na mi van még itt, ami érdekes lehet? Lehalt a Facebook a mai nap folyamán, illetve tegnap a YouTube is, úgyhogy az internet egy kicsit megőrült, fölmordult.
10 órakor napközben, délelőtt 10 órakor a legnagyobb közösségi oldal hírfolyama egyszerűen nem frissített. Tehát elérhető volt, de nem érkeztek új üzenetek, illetve nem történtek frissítések. Hiába próbáltak az emberek újra belépni, kijelentkezni, bejelentkezni a Facebookba, nem változott semmi. Olyan, mintha megfagyott volna a Facebook. Az előző üzeneteket mutatta, meg az összes, tehát a hírfolyamban lévő régebbi üzenetek elérhetők voltak, de újakat hiába posztolták ki, nem érkezett meg. No kérem szépen, egy olyan egy órán belül elhárította a Facebook a hibát, és azok a posztok is, amik időközben keletkeztek, megjelentek. Magában a newsfeedben volt valamiféle probléma, és leginkább Európát érintette, tehát az írországi központot érintette a történet. Egyébként pedig tegnap a YouTube-on is voltak problémák, tegnap este, méghozzá mondom nektek pontosan, hogy mikor, már aki YouTube-ozott, az lehet, hogy észrevehette, de minden esetre tegnap délután 6 óra körül, tehát nem is annyira este, hanem inkább délután 6 óra körül kezdődött a YouTube esetében az, hogy Európa szerte, tehát szintén Európát érintette leginkább a probléma, 500-as hibakódot dobott ki a weboldal, ha valaki a youtube.com-ot így beírta, ami az internal server error gyakorlatilag, tehát valamilyen belső szerver hiba. Úgyhogy itt is nagyjából egy órán keresztül tartotta a hiba, és utána megoldották. Tehát vagy valami frissítés volt, vagy valami nem stimmelt, ilyenkor ezt sosem tudjuk meg, vagy legfeljebb majd csak később, ha erről születik valami hivatalos közlemény, de akik tegnap este 6 és 7 óra között akartak YouTube-ozni, ők nem tudtak. Ez a lényeg. Mi tudtunk, nem? Tehát ezek szerint nem mindenkit érintett a probléma. Pedig Európát érintette elvileg ez is. Jó! Hát ilyenek a szolgáltatások, kérem szépen. Időnként karban kell tartani őket. Meg úgy maguktól is leállnak. Mint hogy nálunk is leállt az adás, de hogy már nem most, hanem úgy szegény, hogy megijedt. Na tehát, hogy hanem úgy néha így leáll, ha van ilyen, előfordul. A számítógépek már csak ilyenek. Jó, ma délután nem azért állt le. Ma délután azért állt le, mert véletlenül kirántottuk a konnektorból a gépet. No, jöhetnek a hozzászólások, facebook.com/fixhd. Nézem is, hogy miket írtatok, bejelentkezünk a Skype-ba is, ahova sajnos nem sikerült csatlakozni, de reméljük, hogy mindjárt sikerül. És telefonáljatok is bátran, ma Gábor kezeli a telefonokat, úgyhogy rajta keresztül tudtok adásba kerülni, ha szeretnétek. Nézzük, miket írtatok nekünk. Okay. AMD Ryzen-nál kapcsolatban küldött Roland nekünk itt egy cikket, megérkeztek a Ryzen-ök, és hamarosan készülnek a tesztek. Hát várjuk ki ezeket a teszteket. Jó, én is olvasgattam róla, de az az igazság, hogy ha most lehetnék gonosz, hogy nem annyira érdekelnek az AMD fejlesztései, ez hazugság azért ebben a formában, hogy ne érdekelnének. Sokat várnak ettől a fajta, mondjuk úgy, hogy processzor családtól, ha lehet ezt mondani, és ígéretesnek is tűnik, megvárjuk a tesztek eredményeit, meg úgy egyáltalán a fogadtatását. Én nem bocsátkozom előre semmibe, drukkolok az AMD-nek. Ennyit tehetek. Maximum. Aztán András írja nekünk, szervusz Vendi, a kérdésem annyi lenne, hogy egy kisebb tévét vegyek, aminek 2700 Hz-es, vagy nagyobbat, aminek 1700 Hz-es képjavítással. Mind a kettő UHD, Ultra HD, a kisebb OLED, a nagyobb IPS. Köszönöm a választ előre is, szuper, a fix, mint mindig. Köszönöm szépen! Nem tudom neked megmondani, az, az igazság. Tehát technológia szempontjából én azt gondolom, hogy az OLED felé megyünk. Az IPS viszont már egy viszonylag pár éve a piacon lévő technológia, ami egyébként nem rossz. Tehát, hogy nagyon jó technológiáról beszélünk, igaz, hogy ez inkább a LED és a... Hát TFT-t talán nem kéne ide sorolni, de a LED-nek egy ilyen továbbfejlesztett változata igazából.
ami nem igaz ebben a forrában, mindegy, most nem menjünk ebbe annyira bele, az OLED igazából, ami felé elvileg megyünk, de ez egyáltalán nem garantált, hogy az OLED ebben a formában megmarad, mert már ott az AMOLED is, ami ugye teljesen, hát nem is más technológia, de gyakorlatilag már az OLED-nek a továbbfejlesztett változata, és egyelőre csak kis képernyőn érhető el normális minőségben, de hamarosan nagy valószínűsége nagy képernyőn is elérhető lett. A képfrissítés, meg a képjavítás, meg az, hogy hány herces egy tévé, erről meg ugye már milliószor beszéltünk, hogy igazából bizonyos frekvencia után, tehát mit én 100 herc után körülbelül, olyan túl sokat emberi szemmel nem veszel észre, legalábbis a tévé képernyőn. Tehát ilyenkor a gyártók azt használják ki azzal, hogy mondjuk egyre több herces a tévéjük, hogy a maradék herceket, vagy azoknak a többszörösét ugye képjavító eljárásokkal használják, tehát többszörösen végigfuttatják azt a képet, amit igazából mondjuk akár a tévészolgáltatótól, akár mondjuk a számítógépedről, vagy multimédiás boxodról kap a tévé, és a megjelenítéshez különböző képjavító eljárásokkal még szebbé teszi a képet. Akár mozgásügyileg, akár színekben, akár jelerősségben, STV-STV, tehát tud korrigálni vele. Én azt gondolom, hogy már ilyen 5-600 Hz-nél is, hogyha 3-4 féle képjavító eljárás rákerül egy tévé, egy videóképre, akkor már igazából azt gondolom, hogy ennél többre nem nagyon van szükség. Most az, hogy van, aki már 2000 meg 3000 környékén járunk már az ilyen tévék esetén, ez igazából csak marketing, én azt gondolom. Nem hiszem, hogy annak van értem, hogy 30 féle képjavító, tehát ilyen post-processing eljárás rákerül egy képre. Egy idő után szerintem, most nem akarom azt mondani, hogy rosszabb lesz, mert rosszabb azért csak nem lesz, De az az igazság, ha belegondolunk abba, hogy hányszor dolgozunk át egy egyébként is általában digitálisan érkező képet, szerintem nem kell ezt ennyiszer átdolgozni. De hát gyártóktól függ, hogy ki milyen technológiákat alkalmaz, úgyhogy nem tudok erre mit mondani neked igazából, pláne, hogy se gyártót nem írtál, mondjuk ne is írjál, mert akkor se tudnék mit mondani. TV-t én nem így, nem feltétlenül ezek alapján, az értékek alapján választanék. Tehát ezek már ilyen szuperlatívuszok, amiket itt most mondtál. Meg kell nézni. Tehát ezért vannak az ilyen bótok, most nem akarok neveket mondani, de ilyen híradástechnikai, szórakoztató elektronikai boltok, ahol vannak ilyen tévé kirakva, gyakorlatilag ugye a polcra, egymás mellé többféle típus, és akkor össze tudod hasonlítani úgy magadban, és hogy látod, melyik a szimpatikusabb, hogy néz ki, milyen a képe, számodra melyiknek kellemes a képe, melyik kevésbé. Én azért mindenképpen így választanék tévét, tehát nem egy katalógusból, ahol megnézed, hogy mit tud, aztán az alapján megveszed, megcsinálhatod, de én azt gondolom, hogy jobb előtte megnézni azért azt a tévét, hogy ténylegesen, ha már ezt fogod bámulni valószínűleg egy jó pár évig, akkor tudjad már, hogy mit várhatsz tőle. A papíron nem mindig az van leírva egyébként, amit ténylegesen egy tévé tud. Tehát én ezt javaslom. Jó? Oké. Okay. Van telefonunk? Ó, oh, hello! Hello, hello! Hello, szia! Hello, szia! Parancsolj! Gábor vagyok, szia vendég! Hello, Gábor! Mindennek szeretném megköszönni mindenki nevében, hogy nap mint nap csinálod ezt a műsort, mert aranyos vagy, köszönöm szépen. Sokat segítesz abban, hogy felvilágosuljunk, hogy így mondjam. Na most lenne egy ilyen olyan kérdésem, hát majd mondod, mindegy. Igen? Mondjuk én egy aggódó apa vagyok, és azt láttam a lányom telefonján, hogy Snapchat. Uh-huh. Hogy erről te tudsz valamit? Hát egy... Ugye, hogy kell félnem? Hát, félhetsz, ha akarsz, de igazából akkor a Facebooktól is lehet félni, meg a Vibertől is lehet félni, meg a WhatsApptól is lehet félni, sőt magától olvastam az internettől is lehet. És azt írja, hogy ugye minden, ami elküldesz, az rögtön törli. Most nem menjünk bele a szakmai részletekbe, de hogy valamiért ezt a... Hogy mondjam, a tinik így felkapták. Persze. Ennyit derítettem ki a Google, tudod, igen. A Google a barátod. Hát igen, de vajon miért? Tehát ugye azért, mert akkor bármit el lehet küldeni, úgyis megsemmisül. Tudod, nem marad nyoma. Elvileg. De én nem vagyok ebben egészen biztos. Én sem, amúgy. Én sem. Ettől féltem, hogy ezt fogod mondani. Nem tudom, bevallom őszintén, én a Snapchatet akkor használtam, most nincs is a... Azért nyilván hallottál róla te is. Persze, sőt használtam is, lehet, hogy fönn is van a telefonomon, nem, már nincs fönt.
De nagyon jó kis ilyen, ilyen vicces maszkokat lehet azzal is csinálni. És akkor ilyen jópofa képeket lehet. Ilyen mindenféle, hát, hogy mondjam, ilyen nagyon látványos képeket lehet küldeni, mert pár kattintással ilyen fura formákat pontosan a saját arcodra. Pontosan, ezért jópofa, a tinik meg a jópofa dolgokat szeretik. Ennyi igazából. Félni, mondom, tehát lehet félni, de úgyse tudsz ellene, mit sem most eltiltott tőle, tehát, hogy... Nem, csak gondoltam, megkérdezem, hogy szerinted? Hát szerintem nem kell félni. Ne féljél szerintem emiatt. Bízunk benne, hogy a gyerkőcöknek... Hogy nem veszi észre, vagy mit tudom én? Hogy mit csinál még egyszer? Hogy telepítsek valamit a telefonjára, ami figyeli, hogy mit csinál. Vagy egyszerűen csak felejtsen el, mert úgyis azt meg fog történni, aminek meg kell történni. Szerintem igen. Tehát ez olyan, mint amikor... Ez utóbbi? Tehát most őszintén, most ugye nincs kinn a karika, de hát valamennyire megpróbálok szofisztikáltan fogalmazni. Tehát ugye mit szoktak a tinik csinálni, ugye küldözgetnek mindenféle, mondjuk úgy, hogy intimebb képet egymásnak lehet például. És mert úgy is törlődik, meg elvileg a Snapchaten ez nincs is annyira tiltva, ezért például ilyenekre használják. Na de hát most ezt ugye ennyivel megteti e-mailben is, ha nagyon akarja, ott sincs tiltva. Csak annak mondjuk nyoma marad. Itt meg ugye egyszerűbb azzal elintézni, hogy hát úgyis törli a rendszer, nem kell vele foglalkozni. Sőt, te hát... állíthatod, hogy mennyi ideig legyen elérhető, tehát... Igen. Sőt, ugye azt is olvastam, hogy valójában csak átnevezik a fájlokat, már a Snapchat szerverek, csak átnevezik a fájlokat, nem valódi törlésről van szó. Na látod, ez az, amit nem tudhatunk, tehát, hogy igazából... Jó, ilyen, hogy szoktad ezt mondani, hogy ez ilyen legenda? Conteo, igen, Conteónak szoktam vagy Conteo nevezni. Vagy Conteo összeesküvés elmélet. Figyelj, bármi lehet igazából, elvileg ugye pont-pont titkosítással megy a történet, tehát a szerver az csak a továbbításért felel, elvileg a szerver nem tárol semmit, tehát ő csak addig tárolja azt, amíg a másik oldalon elérhetőné nem válik, és ugye a titkosított adatfolyamban működik. Innentől kezdve, amit tárol, az is egy titkosított fájl, amihez igazából nem tud hozzáférni senki, tehát egy értelmezhetetlen fájlról beszélünk, tehát ha valaki azt onnan a szerverről le is tudná valamiért szedni, sem tud vele mit kezdeni, mert csak és kizárólag a küldő és a fogadó telefonja tudja dekódolni ezt az adott információt. Jó. Tehát, ha így nézzük, biztonságosnak biztonságos a rendszer, és ténylegesen elvileg ugye úgy működik, hogy törlődik. De hogy mit csinál a szobájában a lányom, azt nem tudom. Hogy? Még egyszer? Hogy mit csinál a lányom a szobájában, azt ugye nem tudom. Hát, de, és, hát ez az. Nem biztos, hogy snapchatezik, figyelj, bármi mást is csinálhat, de lehet, hogy snapchatezik. Hát figyelj. Jó, de hogy egyébként mitől lett ez ennyire sikeres valahogy? Eltalálta a tinisnek a ennyi. Vágyait? Hát ez kicsit igen, nem? Tehát annak idején most belegondolunk, hogy mi 20-30 évvel ezelőtt mit csináltunk. Ha lett volna ilyen technika, mi is ezt csináltunk volna. De nem snap, sima chat. Na, hát ez annyi különbség van itt, hogy itt ez igazából valamelyest hát ugye... Most már médi, akkor csak szöveg volt, és ütöttem a billentyűket, most már képek, videók. Így van, igen, tehát multimédiás tartalmak, és innentől kezdve hát a technológia adta lehetőségeket, sokkal egyszerűbben el tudsz küldeni magadról egy képet, most több mint ilyen pózban, vagy bármiben, még akár meg tudod spékelni egy-egy ilyen maszkkal is a történetet, ugye, és a másik oldalon meg lehet erre jópofa válaszokat küldözgetni. Bolondozás, ennyiről szól a történet, meg van ugyanúgy a maga veszélye ennek, mint minden másnak, de nem gondolnám, hogy ez veszélyesebb. Jobban, de így van, tehát nem gondolnám, hogy ez veszélyesebb lenne, mint a Facebook mondjuk, vagy bármelyik üzenetküldő. De hogy azt is olvastam, hogy azért álltak át a tinik a Snapchatre, mert a Facebookon ott voltak az anyáik, meg a szüleik. Így van. Az anyáik. Igen. És a Snapchatet meg annyira nem ismerik a mondjuk úgy, hogy a szülők. Hát mondom, körülbelül 3 napja tudom, hogy mi az. Na. Én bevallom őszintén, én is csak körülbelül eddig tudom, de az, hogy nem nagyon használtam, bevallom őszintén, nincsenek olyan jellegű üzenetváltási szokásaim, aminél azt szeretném, hogy a másik félnél ez hogy rögtön törlődjön. Hogy legyen a fejed fölött, vagy ilyesmi? Igen, tehát hogy én általában vállalom azt, amit küldök, hogyha küldök bárkinek bármit is. Tehát, hogy nem igényled a törlést. Nem igénylem azt, hogy ez törlődjön. Sőt, én szeretem, ha vissza tudom nézni, hogyha esetleg történt valami bármikor, akár jó, hónapokkal később is, hogy mi történik. Remény. Tehát, még egyszer, mert nem hallom. Felnőtt ember vagy. Ja, hát persze, de egyébként szerintem a gyerekek is ugyanígy tudják ezt, hogy mire jó ez, tehát
Benne van. Gondoltam, hát ha van még a nézők között aggódó apa. Bízunk benne, hogy van. Tehát aggódni persze mindig is fogsz. Ha nem lenne Snapchat, akkor is aggódnál szerintem. Ez a normális. Ha nem így hívnak, akkor másért aggódsz. Ugye? Jól van. Na hát, ha megnyugtatni nem is tudlak... Eleve rosszat nem gondolsz. Igen. Úgyhogy, ha megnyugtatni nem is tudlak, de azért figyelj oda. Figyelj oda a gyerkőcre. Mondjuk úgy, hogy megpróbálok vele néha beszélni. Így van, ez a legfontosabb. A kommunikáció mindig az a legfontosabb. Próbálj egy tínédzserrel beszélni. Egyszer próbálj. Hát, ha megtalálod a hangot. Na, az a legjobb. Mondom ezt én, aki igazából, hogy mondjam, tehát se apa nem vagyok, tiniket is csak egyet-kettőt ismerek, potenciális akikkel... Potenciális apa vagy. Hát igen, persze. Mondták már többen amúgy, de még nem jutottam el odáig. Mire eljutok odáig, már nagypapa leszek. Na jó, van. Jó, köszönöm szépen, minden jót. És köszi, hogy hívtál. Csináld. Oké, igyekszem. Hello, szia. Megyünk tovább, Mátyással folytatjuk, aki Skype-on van itt velünk. Skype-on? Halló. Lehet hallani? Szia. Halló. Figyelek. A következő kérdésem lenne, illetve kettő van. Van két SSD, két operációs rendszer, egy Windows 10-es. Igen. Mind a kettő gyári. Uh-huh. És van egy 8.1-es, az egy munkahelyi. Ez egy munkahelyi laptop volt, és én úgy gondoltam, hogy a meghajtó, a DVD meghajtó helyére berakom a másik Winchestert. Uh-huh. És ugye a boot managerbe ugye eldöntöm, hogy a mondjuk a céges 8.1-es Windows-t, vagy a Windows 10-et használom. Uh-huh. Ami tulajdonképpen ment is, de folyamatosan, amikor mondjuk újraindítottam a gépet, tök mindegy melyik Winchesterrel, azt írta, hogy rendszer integritását ellenőrzi és javítja a hibákat. Na most, ha külön-külön indítottam és használtam mind a két rendszert és mind a két Windows-t, ugye két különböző SSD-ről beszélünk, akkor nem volt sose hiba üzenet. Na most, ez egészen addig zajlott, ez kb. Ilyen 10-15 alkalommal történt, amíg egyszer úgy behalt a Windows 10, hogy se kép, se hang újra kellett húzni. Uh-huh. Az lett az eredménye, ugye, hogy külön-külön rakosgatom bele az SSD-ket. Együtt elvileg működhet-e, ha nem, akkor mitől hal be, illetve mitől ellenőriz állandóan és keres hibákat? Röviden ennyi a kérdésem, vagy találkoztál már? Erre tudom a választ, csak pont azt keresem itt közben, azért mélyedek bele a gépembe, mert ezt mindig elfelejtem, hogy hol lehet kikapcsolni. A magyarázat az az, hogy van a Windows 8-tól kezdve a Windows-okban egy olyan opció, ami igazából egy ilyen gyors leállítás, gyors bootolást tesz lehetővé, ami kicsit hasonlít a hibernáláshoz, és ez alapértelmezetten be van kapcsolva. Tehát magyarul, amikor kikapcsolod a számítógépet, akkor igazából nem kapcsol ki, vagyis hát kikapcsol, de egy csomó információt csak úgy ledobál a vinyóra, és azért tud gyorsabban kikapcsolni. A következő indításnál ezeket csak onnan visszaolvassa, tehát tényleg hasonló elven működik, mint a hibernálás, ezáltal gyorsabban be tud bootolni. Viszont amikor te operációs rendszert váltasz, akkor ugye ő megpróbálná beolvasni azokat az adatokat, de mivel egy másik operációs rendszer töltesz be, ezért ez nem megy neki, és ezt egyfajta ilyen hibaként jelentkezik. Tehát ezt a funkciót kellene mindkét rendszerbe, tehát a 8.1-be és a 10-be is kikapcsolni, és utána szerintem ez megoldódna. Ez BIOS szinten van? Nem BIOS szinten, ez a Windows-ban van, csak az Istenért se jut eszembe, hogy ezt hol lehet kikapcsolni. Pontosan, de reméljük, hogy nézi Laci a tévét, mert ő ezeket kapásból szokta vágni. Mindjárt megnézem, mert hát, ha eszembe jut, csak nem vágom okay. Így hirtelenjében. Hát nekem jó holnapra is, tehát ha holnapra utána nézel, mert szoktalak nézni. Oké, de egyébként, ha így rákeresel a Google-be arra, hogy gyors bootolás, tehát Windows 8 gyors bootolás, akkor, és azt gyors bootolás kikapcsolása talán? Így van. Fast boot kikapcsolása. Akkor ezt elvileg itt mindjárt meg is fogjuk találni, hogy egész pontosan hol van. Csak én ezt...
És akkor ugyanígy keresek rá a 8.1-es fazbut kikapcsolásra, meg a... Így van, hát szerintem ugyanott van egyébként benne, igen. Itt vagyok, figyelek, tehát igen, ugyanott van egyébként valószínűleg a Windows 8-ban is, ahol a... igen, itt van, fast startup, tehát igazából az energiagazdálkodásban akkor jó helyen jártam, az energiagazdálkodásnál találod ezt meg. Ottal a sémákat kell állítani, ott lehet elvileg ezt is megtalálni, ha megtalálom. Séma, és akkor itt lesz egy ilyen, vagy alapértelmezett séma. Nem itt van, nem tudom hirtelnyében hol van, de mondom, jó. Utána lehet ennek járni, ha azt a fastbootot kikapcsolod, akkor onnantól kezdve szerintem megjavul, ha ez a probléma. És emiatt hallhatod be az egyik oprendszer? Elképzelhető, igen. Tehát elképzelhető, hogy ő utána a bootoláskor szeretné betölteni azt a sémát, amit igazából elmentett, de mivel már egy másik oprendszert bebootoltál időközben, ő ezt a sémát nem találja, és ezért elkezdi újra felépíteni, és lehet, hogy hiányoznak információk neki. Értem. Tehát, hogy ez az az opció, ami miatt ez előfordulhat. Jó, köszönöm, akkor ezt mind a kettőt ki kell kapcsolni. Jó, ez egy jó uh-huh. megoldás. Elvileg akkor tudom akkor így használni, igen. Akkor nem fog. Annyi mindenről szokott szó esni, ugye, problémákról, stb. Azért hagyd mondjak három mondatot az ügyben, hogy volt nekem egy Windows 10 feltelepítve egy laptopon, ami meghalt, uh-huh. és utána, hát a gyári Windows 7-em az megvolt, és fölhívtam a, csak hogy mondjuk jót is, a Microsoftot, és hát figyelj, visszahívogattak kétszer-háromszor, segíteni próbáltak, nem ment, és utána olyan gálánsak voltak, hogy megnézték, hogy mik a körülmények, és egyszerűen küldtek nekem egy Windows 10 aktiváló kulcsot, úgyhogy innen is mondom, le a kalappal. Abszolút, én is futottam ilyenbe bele, pont nemrég, egy pár héttel ezelőtt, lehet, hogy meséltem, és nem emlékszem rá, hogy itt a tévében is elmeséltem, vagy csak a kollégáknak, hogy dobozos Windows-okat vettünk, és az egyiknél hibás volt a matrica, mert ahogy le akartuk húzni a matricát, konkrétan letépődött, és így le kell kaparni róla ezt az ilyen ezüst festést, és akkor alatta van a kód. Na most ahogy lekapartuk ezt az ezüst ráfestett valamit, a kódot is lekaparta, vagy legalábbis egy részét, ezért nem tudtuk, hogy mi a kód. Felhívtam a Microsoftot, hogy ilyenkor mi van. Mondták, hogy fotózzam le szépen a sérült termékkulcsot, ugye termékazonosítót, küldjem el a számlát, tehát amivel bizonyítottam, hogy ezt tényleg én vettem meg ezt a Windows-t. Körülbelül egy órán belül kaptam egy másik aktivációs kulcsot, amivel gyönyörűen tudtam aktiválni a gépet. Úgyhogy most csak szoktuk mondani, ugye, hogy a brand meg az Apple termékeknek milyen jó szapportja, meg milyen, tehát figyelj, a Microsoftnak is jó, nekem is vannak különböző Apple cuccaim, úgyhogy uh-huh. onnan már tapasztaltam, mondjuk a Microsoft nekem még dolgom nem volt soha, uh-huh. de hát leesett az állam, tehát az a készség és az a jó hiszeműség, hát mondjuk én nem is akartam őket átverni. Hát szóval le a kalappal, azért ezt említsük meg. Ha az ember már, hogy mondjam, tehát hogyha kifizetsz azért egy csomó pénzt, hogy te használj egy operációs rendszert, ami egyébként, ugye ha belegondolunk, akkor az operációs rendszerek nagy része ingyenes. Tehát talán a Microsoft az egyetlen, ami fizetős operációs rendszer. Most a Mac-ben nem menjünk bele, mert ott géppel együtt kapcsolok a rendszert, tehát ott külön nem is tudsz vásárolni. De ha megnézed, akkor szinte az összes többi operációs rendszer ingyenes. Tehát én azt gondolom, hogy ha már fizetős egy operációs rendszer, akkor valahol el is várható, hogy az emberek, tehát hogy támogassák is ezt megfelelően, és igen. azt gondolom, hogy szokták is, tehát ezzel nem nagyon szokott igen. probléma lenni. Lehetne persze vicces dolgokat mondani, én tudnék vicceset is mondani, csak nem akarom feltétlenül beégetni a Microsoftot ezzel, hogy működik az ügyfélszolgálatuk például, tehát hogy nem is biztos, hogy Magyarországon veszik fel azt a hívást, hanem lehet, hogy Indiában mondjuk, és akkor próbáld meg megérteni magadat magyarul egy indiai ügyfélszolgálat, és aki picit beszél ugyan magyarul, de... Ez jól beszélt ez a fiú, és visszahívott a telefonomon, a mobilomon visszahívott, meg mindent, tehát ez le a kalappal, tehát erről nincs szó. Jó, nem tartom fel a Oké, köszönöm szépen, hogy... Egyet, ez a másodikat. Két különböző gépen Google Chrome elindítom, akár dupla kattintással, akár indítással, duplán nyílik meg.
egy hát... ideje. Tudsz-e valamilyen hibáról, vagy nem letöröltem? Tudom. Hát ilyen előfordul, az ember nem azért nyomod meg, vagy azért indítod el duplán, mert először nem csinál semmit, vagy legalábbis úgy csinál, mint nem csinál semmit? Nem, hogyha ugye jobb gomb, ugye, és úgy indítom el, ugye, hogy jobb gomb és megnyitás, akkor is duplán nyílik meg. Tehát ez egy érdekesség, de mondom, lehet, hogy ez csak én találkoztam. Akkor ezzel szokott ilyet csinálni, ha be van kapcsolva, hogy automatikusan állítsa vissza azokat az oldalakat, amiket előtte néztél. És lehet, hogy több ablak volt megnyitva, és akkor alapból többet nyit vissza. Ilyen lehet. Okay. De alapesetben inkább az szokott lenni, hogy az ember türelmetlen, rákattint, nem történik semmi, és akkor rákattint még egyszer, és akkor fáziskéséssel elindul, csak akkor már kétszer. Ezért az nyitottam meg így, van, hogy tehát, jobb gomb és megnyitás, igen, és akkor is duplán. Az meg egyébként azért van, bocsánat, csak még mielőtt, tehát ilyenkor nem a Chrome lassú, hanem a Chrome első, tehát minden ingyenes indításnál ellenőrzi, hogy van-e belőle frissebb. Ha van, akkor a háttérben szépen letölti, és fölinstalálja a frissítést gyakorlatilag. És az lehet, hogy egy picikét, hogy úgy mondjam, föltartja a gépet, és nem rögtön fog azonnal elindulni. Tehát várni kell, egy picit néha türelmesnek kell lenni a géppel, pláne bútolás után, tehát amikor az ember bekapcsolja a gépet és rákattint egy programra, azért még SSD esetén is egy nagyon picit legyünk türelmesek. Nem kell rögtön össze-vissza kattintgatni, egyszer rákattintottunk, a számítógép éppen dolgozik, valamit tölt a háttérben, amint kerül processzor idő arra, hogy elvégezze az általad kattintott műveletet, és akkor meg fogja csinálni. Csak mondom, tehát előtte egy, tehát az legelején mindig egy picit lassú a gép, de ez normális. Oké, okay. Okay. Köszönöm, sok sikert, és okay, hogyha valaki hozzászól majd a Fastboot témához, akkor és nem találom meg, akkor segít vele. Köszönöm okay, szépen. Meg fogod találni amúgy, csak én bénázok most így, mert adásban kicsit okay, nehéz egyszerre keresni is, meg beszélni okay, is, okay, de... Oké, okay, oké, okay, köszi, hogy hívtál, hello, szia! Nézzük, mi van itt még gyorsan. Azt mondja, hogy János, az LTE-sek tették tönkre a fészt, az androidos világ betett a Telenornak, meg a többinek, és azok sírnak, szenved, mert 2-3 nem voltak bajok a milliómosoknak való az android világ. Én nekik tennék a telefonjaikra kártékony programot, ami által lemondanak róla. Mit ittál, édesapa? Vagy legalábbis én nem értem ezt, amit felolvastam. Úgyhogy előtte nézd át. Tehát ezt azért másnak is mondanám, hogy mielőtt oda böffentünk valamit a Facebookra, hogy olvassuk át. Mert én égek, mert azt hiszik a nézők, hogy én nem tudok olvasni. Ami néha benne van az is, hogy én tévesztek az olvasással, de ennyit biztos nem. Tehát, hogy nem egészen értem, hogy hogy jön ide a Telenor, az Elte, a Facebook, az Android, a milliómosok. Mit akarsz ezzel mondani? Jó, oké, okay. Egy frissítés, kommentben, na Laci közben megmutatja, hogy hol van. Én a főkapcsoló kapcsolójának, igen, akkor ez maradt nekem ki, hogy a főkapcsoló kapcsolóját kell, tehát annak a beállításainál lesz ez egyébként, ami egyébként a kikapcsolást is mi az szabályozza úgy alapvetően, ott kell tehát keresni ezt a fast bootot, vagy gyors bootolást. Robi írja nekünk, hogy a telefonálónak üzenem, hogy a Snapchatet törölni nem kell, féljetek, mindig van ok az aggódásra, az élet már csak ilyen. Én is ezt mondom, tehát, hogy akár, most az, hogy letörlöd, hát majd fölteszi újra. Tehát, hogy túl sok ide nem tudsz csinálni, bár egyébként az újabb androidoknál, nem tudom milyen telefonja van az illetőnek, az újabb androidoknál már lehet usereket létrehozni például. Tehát, hogy például, ha én többen használnánk az telefonomat, akkor van egy vendi user, és csináltok egy még egy usert, ha akarok. Vagy egy vendégfelhasználót. És akkor úgy odaadom, nyugodtan lehet használni, és jogosultságokat, mindent lehet állítgatni, hogy ő milyen programokat lásson, mit lásson. Akár külön accountot lehet beállítani a másik felhasználónak, ugyanúgy, mint Windowson. Tehát amikor kijelentkezés, bejelentkezik egy másik ember, ugyanezt meg lehet csinálni a telefonokkal is. Táblagépeknél ez már régóta van. A 6-os Android óta viszont már egyébként a telefonokon is elérhető ez a funkció. Tehát akár ilyet is lehet csinálni, hogy egy ilyen csökkentett módot csinálsz, és akkor a felhasználó, tehát mondjuk a gyermek nem tud mindenhez hozzáférni. Akár. De hát most igazából, ha már a gyerek kapott egy telefont, akkor most olyan csökkentett módban használja. Nem ilyen módon kell szerintem szankcionálni, hanem beszélgetni kell vele, hogy egyébként a kulcsmondat elhangzott, vagy kulcs szó a kommunikáció, és meg kell értetni, hogy el kell neki magyarázni, milyen veszélyek vannak esetlegesen az ilyen kommunikációs fórumokon.
Oké, Bluetooth-szal kapcsolatos kérdés így a végére. Van egy elég komoly Bluetooth 2.1-es hangszóró. Azt vettem észre, hogy egy bizonyos hangerőnél halkabban hallok rajta valamit a notebookomról. A gép hangereje halkra van állítva, a hangszóró közepes hangerő marad, akkor egy idő után a hangszóró elnémul. A Bluetooth nem szakad meg, csak nem szól a zene rajta. Ha felhangosítom a zenét a gépen, akkor újra megszólalnak a dalok, aztán ismét lehet halkítani a lejátszót egy ideig, és újra kezdődik előről minden. Ezt egyáltalán nem értem, szerinted mi lehet ennek az oka? Hát ezt én sem értem. Tehát a Bluetooth ugye igazából egy... Hát kicsit bonyolultabb annál, mint hogy csak egy vezeték nélküli kommunikációnak hívjuk, de alapvetően az. Most az, hogy például hanghívások esetén telefonnál, meg ilyen helyeken van egy kimondott Bluetooth audio szabvány is, ami gyakorlatilag egy ilyen mindenek feletti kategória. Hát tesz lehetővé, és egy saját tömörítéssel kimondottan A pontból B pontba el tudja juttatni a hangot, ami tényleg tömörít, hogy beleférjen egyébként még a jó minőségű hang is. Ezért nem szeretik sokan a Bluetooth-os eszközöket, mert tényleg ront a minőségem. Nem tudom, hogy ez a hangszórónak a hibája, vagy pedig valamiféle driveres probléma, mert szerintem itt a kommunikációban lesz valami gond. De hogy a hangszóró oldaláról, vagy a számítógéped oldaláról, ez egy jó kérdés. Ki kéne próbálni másik gépen, illetve mit tenni, telefonon, más eszköznél, hogy ugyanezt produkálja. Mert ha más eszköznél is ugyanez a probléma, akkor az nagy valószínűség a hangszórónak a gondja, hogy azon belül mi, azt ne kérdezd. Ha viszont csak adott eszköznél csinálja, tehát mondjuk a te számítógépednél, akkor meg a Bluetooth drivereket kéne egy kicsit felülvizsgálni, hogy ott mi a helyzet. Egyáltalán milyen jellegű ez a kommunikáció, törölni esetleg a kapcsolatot, újra létrehozni. Ilyeneket tudok ezzel kapcsolatban tanácsolni. A másik kérdés szintén Bluetooth billentyűzettel kapcsolatban, abból is egy komolyabb típus, bizonyos idő elteltével, még nem fedeztem föl állandó okot körülményt, véletlenszerűen csinálja, hogy úgy viselkedik, mintha beragadt volna egy billentyű, és ír. Tehát folyamatosan egy lenyomott betűt ír. Ha kiveszem az elemet, akkor pedig pár percig jó, majd újból csinálja. Aztán a restart-toljuk a gépet, és megint sokáig minden jó. Ezek mitől fordulhatnak elő? Az elem tökéletes, a notebook Bluetooth kártyája is elvileg vadiúj, van-e ötlet? Nincs. Nincs. Szerintem biztos, hogy a kommunikációban van gond. Még az is lehet, hogy ugye a Bluetooth ugye ugyanazt a 2,4 GHz-es frekvenciát használ, mint mondjuk a Wi-Fi. Sőt, az is lehet, hogy a legtöbb laptopban, mondjuk főleg a régebbi, az újakban ez már külön van, de régebben egy azon adapter volt a Bluetooth és a Wi-Fi is. Még régebben nem is lehetett egyszer a kettőt használni, hanem eldöntötted, hogy most vagy Wi-Fit használsz, vagy Bluetooth-t, a kettő együtt nem is működött. Elképzelhet, hogy ott van valamiféle zavarás. Érdemes lenne esetleg a Wi-Fit máshova hangolni, mert a Bluetooth nem nagyon lehet újra létrehozni a kapcsolatot, amit az előbb is mondtam a hangszóróval kapcsolatban, ugyanezt megcsinálni a Bluetooth adapternél. Ennyit tudok így látatlanban ezzel kapcsolatban mondani, illetve, mint mondtam, másik gépen is ki kéne próbálni, hogy ott produkálja ugyanezt. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Restart mára, természetesen holnap is 7 órától itt leszek, úgyhogy várlak benneteket a TV képernyők elé. Köszönöm szépen, szevasztok!